tudom, hogy te emlékszel -e arra a kifejezésre, hogy éberség. A kommunista rendszerben ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ébernek kell lenni, figyelni kell, hogy az ellenség hol férkőzik be, hol akarja megdönteni a, a, a kommunizmus vagy a szocializmust. Én azt hiszem, hogy itt is egy ilyen logika van. Egyszerűen a, a kormány kommunikációja az LMBTQ elleni harc. Egyszerűen ebben a helyzetben nem engedheti meg azt a Nemzeti Múzeum, már azt sem engedhette volna meg, hogy LMBTQ jellegű fotók legyenek a kiállításon. Az, hogy ezt hogyan, hogyan kellett volna megakadályozni, azt nem tudom, de az első Lászlónak valószínűleg az lett volna a feladata, hogy nem mutassák be ezeket a képeket.